Kapkodó, rohanó életünknek az egyik legtöbbet elmondott frázisa az, hogy semmire sincs időm. Ezt a mondatot sóhajtjuk, elmondjuk másnak mentségül, magunknak mentségül, úgy tartjuk magunk előtt, mint egy pajzsot. Ez, hogy semmire sincs időnk, egy frázis. A frázisok azok nem hazudnak, csak olyan általánosan mondják az igazságot, hogy ne lehessen vele mit kezdeni. De miért van ez a különös helyzet? Hiszen, hát ha visszagondolunk dédanyáinkra. Dédanyáink édetében is 24 óra volt a nap. Legalábbis a csillagászok ezt állítják, és nincs okunk benne kételkedni. Ugyanakkor dédanyáink mostak, főztek, mosógép nélkül a patakba mostak, azután kenyeret sütöttek, azután 6 gyereket, 8 gyereket felneveltek, és mégsem sóhajtoztak, hogy semmire sincs időnk. Összement volna a nap, a 24 óra, nem 24 óra. De mi is ez a különös valami, amit úgy hívunk, hogy idő? A múlt század, pontosabban a 19. század közepéig, hiszen már a 21. században élünk, nem nagyon foglalkoztak a filozófusok sem ezzel a fogalommal, hogy idő. Ez az idő valahogy olyan adottság volt. Az egyetlen számba jöhető mondat, amit erről mondtak, a Szent Ágostonnak az egyik mondása, amit a Vallomásokban írt le, amelyik így szól. Ha nem kérdezik meg tőlem, mi az idő, akkor tudom. Ha viszont megkérdezik, nem tudom. Dédanyáink idejében az órának csak a nagy mutatóját nézték. A kismutatóját nézték, a nagy mutató az csak körbe-körbe járt. Nem volt érdekes, hogy egy fertályóra, hogy mondták, eltelte vagy nem. Most már a másodperc mutatót nézzük nagyon sokszor, hiszen elég 20 másodpercet késni, és a vonat elmegy az orrunk előtt, és ezer-ezer ilyen dolgot tudnánk mondani. A megnövekedett mozgékonyságunkkal, hiszen a közlekedés elkezdett fejlődni, Stephenson feltalálta a gőzmozdonyt 1802-ben, egyszerre kitágult és összeszűkült a világ. Kitágult számunkra a világ, hiszen el lehet érni távoli országokat, körbe lehet utazni gyorsan a Földet, nem kell hozzá 80 nap a Föld körül, ahogy a Verne könyv mondta, hogy amit gyerekkorunkban olvastunk. És a világban így megnőtt az időnek a szerepe. Nagyon érdekes, hogy ezt észrevette a szellemi élet különböző oldalán élő embereknek a sokasága. Többek között ugye az impressionista festők azok úgy kezdtek festeni, hogy rájöttek arra, hogy egy-egy szín az nem lokális jelenség, hanem a megvilágítás mienségétől függ. Tehát, hogy a nap hogy süt rá, attól függ a szín. És ezért pillanatokat kell festeni. A 20. századi regényirodalom egy olyan nagy regénnyel kezdődik, Proustnak a regényével, amiben szerepel ez a szó, hogy idő, az a címe, hogy az elveszett idő nyomában. De nem csak a művészek, mondjuk a zenészek, akik a ritmusnak a szerepét vették észre, kezdtek az időről beszélni, hanem a természettudósok is. Gondoljunk a kvantummechanikára, vagy Einstein relativitás elméletére. Probléma lett az idő. Az első filozófus, aki ezzel igazán mélyen foglalkozott, az Henri Bergson volt, aki a probléma lényegét egy nagyon érdekes példával mondta el. És mivel nem akarom a nézőket azzal untatni, hogy filozófiai eszmefuttatásokat tartok, ezért ezt a példát mondom el. A példa arról szól, hogy van egy férfi valahol Párizsban, és hát sajnos van egy rossz foga. A rossz fog ellen minden medicinát kipróbált, de semmi nem használt. Ügyesen titkolja ezt a felesége előtt, mert nem nagyon szeretne fogorvoshoz menni, ez ilyen férfi betegség, és hát egyik reggel arra ébredt, hogy borzalmasan fáj a foga. Nagy nehezen beszedett valami fájdalomcsillapítót, leülnek reggelizni, és a forró kávé, mikor odaér a foghoz, hirtelen belenyillal, eltorzul az arca, erre megkérdezi a feleséget, drágám, csak nem a fogad fáj, kénytelen bevallani az igazat, a feleség erre fogja a delikvensünket, elciperi a fogorvoshoz. Leülnek a várószobába, és hát tudják, a várószobába sose fáj az embernek a foga.
ülnek, várnak, egyszer csak rákerül a sor delikvensünkre, bevezeti az orvos, leülteti a fogorvosi székbe, szép tavaszi nap van, süt a nap, tárcsa ki a száját, megnézi az ápfogat, hát kérem szépen, ezt az ápfogat már nem lehet megmenteni, ki kell húzni. Előkeresi a megfelelő műszereket, és akkor még csak egy fájdalomcsillapító volt, a kloroform, ami nagyon hatásos volt, csak nagyon sok ember allergiás volt rá. Megcsinálja az allergia próbát, hát pehére a delikvensünk kloroformra érzékeny, ezért nem lehet fájdalomcsillapító injekciót adni. Ezért gondosan kiválasztja a fogót, a fogorvos rászorít a fogra, csavar egyet rajta, erre recs, 1000 darabra széttört a fog. Sóhajt nagyot az orvos, előszedi a csipeszeket, mindenféle fogó alkalmasságot, és egyenként kibányásza a törmelékét a nagy zápfognak. Mire vége lesz a műveletnek, ami hősünk már se élő, se holt nem volt a fájdalomtól. Az orvos felnéz az órára, ami ott megy a falon, és azt mondja, hát uram, ez egy óra hosszáig tartott. A hősünknek ez egy örökké valóság volt, de tavasz volt, és kilátott egy kis térre, ami a ház előtt volt, a téren volt egy pad, a padon ült egy fiú és egy lány, és amikor éppen felnézett az orvos az órára, akkor a fiú is elővette a zsebóráját, akkor még karóla nem volt, felpattantotta a tetejét, és azt mondta, hogy jaj, drágám, már egy óra eltelt. Bergson ebből a történetből a következtetést vonta le. Ha valaki azt hiszi, hogy az orvos egy órája, a beteg egy órája, és a szerelmes pár egy órája azonos mennyiségű idő, annak vagy nem fájt a foga, vagy nem volt szerelmes sohasem. És ez egy nagyon érdekes dologra világít rá. Az időt mi nagyon sokszor csak hosszúságával mérjük, és nem pedig tartalmával. Pedig mindjárt tudunk életünkből olyan pillanatokat, amik az örökké valóságig tartottak. És ezeket a pillanatokat soha az életünkben nem felejtjük el. Viszont vannak olyan napok, órák, talán hetek, talán hónapok, talán évek is, ami kiestek az emlékezetünkből, mert tartalmatlan volt a benne lévő idő. Agyonhajszoltságunknak nem az az oka, hogy az idő mennyisége lett kevesebb, hanem az, hogy az idő más, mint aminek mi felfogjuk, és nem tudunk vele helyesen élni, helyesen gazdálkodni. Minél inkább szeretnénk kihasználni az időt, annál inkább kevesebb az időnk. Levendel László professzor még jó régen egy nagyon érdekes mondatot írt le. Azt írja Levendel professzor, hogy voltunk mi már 3 millió koldus országa, és most lettünk 3 millió neurotikus országává. Hát ez a 3 millió, ez sajnos nem jó szám. Nem azért, mert túloz, hanem azért, mert ideggyógyász ismerőseim szerint körülbelül az 50%-a vagy 60%-a, van, aki 65%-ot mond az országnak, valahogyan depresszív, valahogyan reményvesztett, valahogyan neurótikus. Valahol önpusztító kultúra lettünk, és ennek 1000 jelét látjuk a mindennapi életben. Nagyon sokszor úgy van, hogy a munkahelyre járunk pihenni, és otthon pedig keményen dolgozunk. A szabadidőnket feláldozzuk a megélhetés oltárán, és így tovább. Gyökösi Endre az Életápolás című könyvében egy nagyon érdekes kicsi írást közölt. Ebben a svéd munkapszichológusoknak egy vizsgálatára hivatkozik. A svéd munkapszichológusokat felkérte az ENSZ világgazdasági hivatala, hogy vizsgálja meg azt, hogy lehetne a hetes beosztást valahogyan ésszerűsíteni. Tudnék, a hét az egy törzsszám, egyel és önmagával osztható csak, és nagyon nehéz fél hétről beszélni, nagyon nehéz osztani ezt. Márpedig a közgazdaság megkívánna, hogy jól osztható munkaciklusok, periódusok legyenek.
Éppen ezért ezt a vizsgálatot elvégezték, különböző kultúrákban vagy 60 országban dolgoztak, különböző társadalmi állású, különböző kulturális színvonalú, különböző vallási hátterű országokban vizsgálták meg ezt a kérdést, és azt a nagyon érdekes eredményt vonták le, hogyha egy ember 6 napon keresztül 8 órát dolgozik, 8 órát nem koncentrált tevékenységet végez, ezt úgy lehetne mondani, hogy szórakozik, csak ez egy kicsit más jelent már a mai nyelvünkben, tehát szétszórtan tevékenységet végez, és 8 órát pihen, alszik, akkor ez az ember regenerálódik teljesen. De, és itt van a vizsgálatnak az érdekessége, mert a 3-8-asról már régen tudunk. De, hogyha minden hetedik napot nem hagy ki, és ezt a hetedik napot nem használja arra, hogy most egy ipari kifejezést hadd használjak ide, tervszerű, megelőző karbantartást végez, akkor önmagát károsítja, és a tartalékából éget, amit nem nagyon lehet visszapótolni. Ime itt van a hetes beosztásnak az oka, hogy miért éppen 7 nap az, ami egy hetet jelent. Gyökösi erre azt mondja, hogy lám-lám, ugye, ott vagyunk megint a Bibliánál. Mert a Biblia az időről egy nagyon fontos üzenetet tartalmaz. Az első meglepő a Bibliában az, hogy sehol az ókorban egyetlen olyan irodalmi alkotás, vagy kozmogónia, ahogy ezt szokták mondani, vagy mítosz, ami a világ teremtésével foglalkozik, több tucatot ismerünk ilyent. Egyetlen egy ilyen irat sem emlékezik meg arról, hogy valahol is valaki, valamilyen Isten az időt is megteremtette volna. Márpedig a Biblia elején az áll, hogy Isten megteremtette az időt. A hatnapos teremtésnek nem az az igazi mondani valója, hogy hogy tudta az Isten megcsinálni mondjuk az állatokat egy nap alatt. Mert a Biblia teremtés története nem a hogyanról szól, hogy hogyan csinálta az Isten. Mert mondhatnánk azt is, hogy miért kellett az Istennek egy nap arra, hogy megcsinálja az állatokat, amikor úgy teremtett Isten, hogy legyen, és lett. Ez a legyenhez nem kell egy nap. Az igazi üzenete a teremtéstörténetnek nem itt van. Aki csak ennyit lát belőle, az nem érti, hogy miről van szó ebben az irodalmi szövegben, hogy még ne is vallásos szöveget mondjuk. A Biblia teremtéstörténetének az elején ez a lőn este, lőn reggel, első nap, második nap, harmadik nap, hatodik nap, hetedik nap, azt jelenti, hogy Isten az idő ciklusait, tehát az idő tartamot is meghatározta az ember életében. Vannak napjaink, és van időnk. És ezt tudjuk, hogy nem csak külső óránk van, amit mechanikus eszközökkel megcsináltunk, hogy mutassa nekünk az időt, hanem bennünk is ketyeg egy óra. Mindjártnak van ilyen tapasztalata, hogy például érezzük azt, hogy egy pedagógus érzi azt, hogy mikor kell kicsengetni. Akkor egy utazó ember az felébred 5 perccel azelőtt, hogy a csörgőóra csöngene. Azért, mert bennünk is jár ez az óra. Most amiért neurotikusok lettünk, az pontosan itt van. Azért lett a társadalom neurotikus, mert a neurózisnak az egyik előidézője abban van, hogy ezt a biológiai órát nem tiszteljük. És ennek sok kórokozója van. Régen az emberek, mikor természetes körülmények között éltek, akkor a nappalok és az éjszakák rendjéhez, tehát az idő csillagászati rendjéhez alkalmazkodtak. És ezzel párhuzamosan járt a biológiai óránk. De amióta kitalálták ugye a izzólámpát, amióta a nappal lá lehet változtatni az éjszakát is, amióta éjjel akarjuk behozni azt, amit nappal elmulasztottunk. Azóta a nappalok és az éjszakáknak ez a szabályos váltakozása tönkrement. És éppen ezért valahol ez a teremtési rend, a lőneste és lőnleggel rendje ment tönkre az emberben. De nem csak erről van szó, a svéd munkapszichológusok megállapították, hogy minden hetedik nap szükséges a tervszerű megelőző karbantartásra. A Biblia első lapjaira lapozunk,
akkor ugye azt találjuk, hogy Isten ezen a hetedik napon megnyugodott és megáldotta, megszentelte ezt a napot. Miért? Kérdezhetné az ember. Hát Isten nem pihen sohasem. Istennek nincs szüksége pihenésre. Ezt a Biblia is tudja. Azt mondja az Új Szövetségben Jézus, hogy az Atya szüntelenül munkálkodik. Miért van erre szükség? Természetesen értem, mint hogy értem is kell az idő. Istennek ideje sincsen, mert ő végtelen, örökkévaló, ez kívül van az idő kategóriáján. Miért szükséges ez nekem vajon? Mert ez a hetedik nap tulajdonképpen az én emberségemnek az ünnepe. Így is lehetne mondani. Azért az emberségem ünnepe, mert az ember, láttuk már a korábbiakban, kapcsolataiból él. Hiszen ez a hetedik nap arra való, hogy karban tartsuk az Istennel, a másik emberrel és a világgal való kapcsolatunkat. Ezért a hetedik napot a Biblia úgy mondja, hogy a teremtés emlékünnepe, amikor a Teremtőre emlékezünk, tehát a Teremtő Istennel felvesszük a kapcsolatot. Aztán azt mondja, hogy szent gyülekezés napja, amikor egymással találkozunk, és ez a teremtés emlékünnepe az Isten napja lesz így, mert az Istennel, emberrel, világgal a harmonikus közösségünket építhetjük. Ezért van az, hogy a 10 parancsolatba is belekerül ez az alapvető elv. A 10 parancsolat nem egyszerűen parancsolat, nem is jó ez a szó már rá, hogy parancsolat, hanem ez az a 10 ige, ahogy a zsidók mondták, amelyiknek pontosan az a tartalma, hogy körülírja a mi emberségünknek a lényegét. És a 10 parancsolatnak pontosan a szívébe, a közepén van ez a 4. parancsolat. Ugye a 10 parancsolat első kőtáblája az arról szól, hogy Istennel milyen kapcsolata legyen az embernek. A 2. kőtábla viszont arról beszél, hogy az emberekkel milyen kapcsolatunk legyen. Ez a 4. parancsolat hogy is szól? Idézzük a Bibliából. Azt mondja a Biblia, megemlékezél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. De a 7. nap az Úrnak a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldja az Úr a szombatnapját, és megszenteli azt. Melyik kőtáblához tartozik vajon ez a parancsolat? Ezen régen vita van, mert ugye a zsidóknak első öt parancsolat az első, a második kőtáblához tartozik. Ugye 3 parancsolatról szoktak mondani, és 7 parancsolatról a római katolikus katekizmusban így olvassuk. De ha a Bibliához fordulunk, ez a parancsolat melyik kőtáblához tartozik? Hiszen ez az Istennel való kapcsolatunknak az összefoglalása. Tehát akkor biztos az elsőhöz. Igen ám, de a fele baráttal való kapcsolatunknak mi a lényege? Hát nem a munka? Melyik parancsolat rendelkezik arról, hogy 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat? Ez a parancsolat. Tehát azt lehet mondani, hogy nagyon jól ábrázolják nagyon sokszor a 2 kőtáblát, így egybefonódó 2 kőtáblával ábrázolják. Ez az a parancsolat, ami a 2 kőtáblát összeköti, az elsőt és a másodikat. De hogyha egy kicsit figyelmesebben megnézzük, akkor ennek a parancsolatnak a lényege még más is. Ugye egyrészt a munka az összeköt a természet világával, a materiális világgal, és azt mondja, hogy ezt a parancsolatot akkor tartom be, ha 6 napon át munkálkodom. Ez a 6 napi munka, ez azt jelenti, hogy 6 napon át nekem végeznem kell minden dolgomat, akkor tartom be ezt a törvényt. Tehát, hogyha valaki munkanélkül akar élni, akkor megszegi ezt a törvényt. Aztán az is érdekes, hogy ez a parancsolat nem vallásos törvény. Az Ószövetség vallásos törvényei csak a zsidókra vonatkoztak. Itt viszont azt mondja, hogy
Ezt a napot meg kell tartani se magad, se fiad, se lányod, eddig rendben van ez a család, se szolgád, ez már nem a családtag, se szolgáló leányod, de kiterjed még a barmokra is, a zsíjavevényekre is. Tehát azokra is, akik nem zsidók. Tehát azt lehet mondani, hogy a tíz parancsolat azt sugallja, hogy ez egy minden embernek kijáró alapvető emberi jog. És ez egy nagyon érdekes vetület. Tehát ebben az egy parancsolatban benne van az Istennel, a másik emberrel, és a teremtett világgal való kapcsolatunk lényege. Na de, ha a tíz parancsolatot így megvizsgáljuk, akkor azt kell mondani, hogy a Bibliában, az Új Szövetségben egy nagyon érdekes folyamatnak vagyunk a tanúi. Jézus az evangéliumok feljegyzése szerint hétszer is nagyon kemény vitába keveredett a farizeusokkal a szombatnap ünneplése kérdésében. Nagyon érdemes volna mind a hét történetet kicsit részletesebben végigvizsgálni. De nézzük, hogy ennek a vitának hol van a lényege, hiszen az Új Szövetség egyértelműen azt mondja, hogy Jézus a törvényadó. Az Új Szövetség lényegesen azt mondja, hogy Jézus nem azért jött, hogy a törvényt megváltoztassa, és nagyon érdekes módon nem is ezzel vádolják a farizeusok annak idején Jézus perében, hogy a szombatnapot megváltoztatta, nem ezzel vádolják, bár ez egy nagyon jó vád lenne, és ezért nagyon könnyedén ki lehetett volna végezni, hanem hamis tanukat kell állítani, és ezek a hamis tanuk nagy erőködések között különböző hamis vádakat hoznak. Mi volt Jézus Krisztus kapcsolata a szombattal? Ha össze akarom foglalni, akkor azt mondhatnám, hogy Jézus az a szombat ünneplés reformátora volt. De mi az, hogy reformáció? A reformáció nem valami réginek az elvetése, hanem valami régi elfelejtettnek a megújítása. Ha van egy formám, és ez a forma deformálódik, akkor reformációra van szükség, vagyis a reformáció azt jelenti, hogy a régi eredeti forma visszaállítása. Tehát Jézus Krisztus ennek a szombatünneplésnek is a régi eredeti formáját akarta visszaállítani. Mi volt ez az eredeti forma? Egy szóba úgy lehet összefoglalni, hogy a szeretet kapcsolat. Szeretet kapcsolat Istennel, szeretet kapcsolat a fele baráttal, és szeretett kapcsolat a teremtett világgal. A művelni és őrizni harmóniája, ahogy az elmúlt alkalmakkor mondtuk. Na most mit tett Jézus? Menjünk egyetlen egy történetet, ami Márk evangélium a második fejezetének a története, a második fejezet végén található. Jézus Krisztus egy szombatnapon fogta a tanítványait, és kiment a mezőre. Aratás előtti idő volt, már lehullott a késői eső, és ilyenkor Palesztina megművelt tája, az nagyon megejtő és gyönyörű. Ezer és ezer világ illatozott, a madarak csiripelésétől volt tele a levegő, érett a búza. Az érő búza finom, puha illata betöltötte az egész mezőt. És Jézus és a tanítványai Isten dolgairól beszélt. Jézus szombatot ünnepelni tanított. Na de mi volt ez a szombat ünneplés? Mi volt Jézus szombat ünneplése? Rögtön kiderül ez abból, hogy jön a farizeus. És a farizeus mit csinál? Mivel van elfoglalva? Amíg a tanítványok a teremtett világ csodáiban gyönyörködnek, amíg Isten igéjét hallgatják Jézus szájából, és amíg összezáródik ez a kis közösség, és úgy érzi ilyenkor az ember, hogy szívtől szívig érő közösségben van, aközben a farizeus les. Mit les? Az, hogy mit csinált Isten? Nem. A farizeus számára nem az a kérdés a szombatban, hogy mit csinált Isten, ami az eredeti szombatünneplés lényege, hogy Isten megteremtette a világot, értem, és Isten adott mellém fele barátot, hogy legyen, aki szeressen, és legyen, akit szerethetek.
nem az a lényeg, hogy Isten adott egy szép teremtett világot, amiért hálásnak kell lennem. A farizeus számára az alany az nem az Isten. Nem az Isten cselekvésén van itt a lényeg. Mit csinál a másik? És les. És látja, hogy a tanítványok leleszakítanak egy-egy kalászt. Uhú, ezt nem lehet, mondja a farizeus, mert törvény tiltja azt, hogy szombatnapon arassunk, mert a kalász letépése az kérem aratás. Na de hát nem csak leszakítják a kalászt, hanem az ókori keleti ember szerette a nyers gabonát, az érő gabonának, gabonát sokszor megrágták, sokszor megpirították és igyették meg, nagyon finom étel, csemege volt. A tanítvány, aki leleszakított egy-egy kalászt, azt kimorzsolta. Ó, ez is bűn, mert csépelni tilos. Második bűn. Aztán a szájába vette, összerágta. Ó, őrülni is tilos. Ez már a harmadik bűn. És elkezdik Jézust ezzel vádolni. Nagyon érdekes Jézus válasza. Márk evangélium a második fejezet 27.-28. versében Jézus így válaszol a farizeusnak. A szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért. Annak okáért az embernek fia, a szombatnak is ura. Mit is mond itt Jézus? Hogyha én nem értem azt, hogy a szombatban Isten ad nekem, mint embernek, vagyis az emberért van a szombat. Ha nem értem azt, hogy ez a Jézussal való találkozás, az emberfiával való találkozás napja, és ennek a napnak ő az ura, akkor nem értek semmit a szombatból. Ugyanez a többi történetnek is a tanulsága. Gondoljunk például arra, hogy a Betesdai tó mellett 32 éve fekszik egy beteg. Mellette eljárnak az emberek, és senki nem törődik vele. A bénasága odaköti a tó partjához, és Jézus az, aki észreveszi. De szombat van. A farizeusi jog, hogy mit szabad csinálni, mit nem szabad csinálni, azt mondja ilyenkor, ez egy olyan beteg, aki már 32 éve beteg, akkor, hogyha meg tudja gyógyítani Jézus, várjon vele vasárnapig. Ne szegje meg a szombatot. Jézus viszont azt parancsolja ennek a betegnek, hogy kelj fel, és vedd a te nyoszójádat, és eridj haza. Mert Jézus tudja azt, hogy ez a szombat az emberért lett. Jézus azt akarja, hogy ennek a 38 éves betegnek az életében egy maradandó nyom legyen ez a szombat. És engedelmeskedik a beteg. Felugrik, 38 éve nem járt, fogja a nyoszójáját, és elindul haza. Ez a nyoszója alatt ne valami nagy ágyat tessék érteni, az ókori keleti ember egy gyékényen aludt, a feje alá egy követ tett. Tehát valószínűleg ez egy agyon nyúzott, agyon tépett, koszos, vacak gyékény lehetett, amit összetekett, és a vállára vett, és elindult haza. Igen ám, de a rabbik törvénye szerint berendezési tárgyat szombaton vinni tilos. Meglátják a farizeusok. Ők az ünnepi istentisztelet reprezentatív fényéből jönnek. És látják, hogy ez az ember egy mocskos gyékény cipel a hátán. Rögtön megszólítják. Rögtön megkérdezik, hogy ki az, aki erre rávett téged. De a beteg még Jézus nevét se tudja. Íme itt van megint ugyanez a képlet. Jézus ezt a napot az emberért adta. A mai életünkben, hogyha mi bajba vagyunk az idővel, és semmire sincs időnk, akkor itt van ezekben a történetekben a tanulság elrejtve. Sorskérdésünk, hogy tudunk-e az idővel bánni. Az idővel bánni csak akkor fogunk megtanulni,
hogyha valami nagyon fontosat megtanulunk, az idő az Isten teremtménye. Kaptam. Nem az enyém. És ezzel a kapottal majd elszámolunk. De a lényeg az, hogy a nekem adott időt milyen tartalommal töltöm meg. Az idő az nem mennyiségi kérdés. Az idő az tartalmi kérdés. És ezt a tartalmat én csak úgy tudom élni, hogyha az időnek a titkában észreveszem azt, hogy a ritmus a titok. Az a ritmus, ami benne van mindennapok ezer és ezer dolgában. Az, hogy 6 nap után jön a 7. Az, hogy nekem szükségem van az Istennel, emberrel, világgal való kapcsolatomnak egy állandó, tervszerű karbantartására. Ezért van a 7. nap. A szombat nem egyszerűen munkaszüneti nap, hanem a munkáért adott munkaszüneti nap. Mert a 4. parancsolat elmondja, hogy 6 napon át munkálkodjál, s végezz minden dolgodat. Munkára kötelez. De ezt a munkát akkor tudom emberül végezni, hogyha ebben a munkában jelen lesz az Isten, és ezt a munkát úgy végzem el, hogy a világot a művelni, őrizni rendjébe emelem, és úgy tudom elvégezni, hogyha minden munkámban megtalálom a felebarát kezét. Ezért van a 10 parancsolat szívében a 4. parancsolat. És hogyha arról sóhajtozok, hogy semmire sincs időm, akkor nem tudom megnövelni az időm mennyiségét, de igenis végig kellene gondolnom az életemet, hogy vajon a nekem adott kincsel, hogy élek? Van Istenre időm? Van a másikra időm? Beleilleszkedek a teremtett világ rendjébe, rácsodálkozom, hálás vagyok érte, amit kaptam. És valahol azért sóhajtozzuk el újra és újra, hogy semmire sincs időm, mert ezt a másik dimenziót nem látjuk. És hogyha mi emberek akarunk lenni, akkor látnunk kell ezt. Nem az visz előre, hogyha sóhajtozunk és mondjuk, hogy semmire sincs időnk. Célba az segít bennünket, hogyha Isten lesz a mi életünk ura. Köszönöm a figyelmüket!